És akkor átérhetünk a rendeletre. És akkor átérjük az első egyes pontra, a rendeletet a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról. Megkérem a polgármester asszonyt, hogy... Köszönöm szépen. Én leírtam az előterjesztésben, hogy elsődlegesen a szolgáltató változás miatt és a vele kötött szerződés, illetve a kialakítandó feltételek miatt szükség és az a jogszabályi változások miatt a helyi rendeletnek a módosítása. Az előzőekben kifejtette az új szolgáltató, hogy mi az a két pont, ami mindenképpen módosításra szorul, hiszen be kell építeni a rendeletbe azt, hogy az ideiglenesen használt ingatlan esetén részleges szüneteltetésre nincs lehetőség, illetve minden esetben a közszolgáltató bírálja el a szüneteltetési kérelmet. Egyébként én a rendeletben foglaltakat támogatom és javaslom elfogadásra a bizottságoknak. Akkor azt hiszem, ezek után nem marad hát a más, mint hogy szavazunk róla, hogy ezt elfogadjuk, vagy sem, vagy van-e valakinek kérdése? Én csak egy megerősítést szeretnék, mert a korábbi hulladékgazdálkodási rendeletünkben abban szerepelt ez, hogy melyik háztartás hány fővel mekkora kárt bérelhet, vagy használhat. Itt szerepel az egy, tehát az igényelhet 60 litereset, aki egy személyes, tehát csak egyedül, de aki azon a címen egy... Ennél a 110 vagy 120, vagy nem az, tudom. Az független, a mennyiségtől függően választátok ki, és a 80-as az, amit mindenki már a 80-tól fölfelé mindenki szabadon... De az kerül, a 80-as meg a 110-es? Nem, persze. Ezért mondta az úr, hogy a 80-as az, amit te bármikor 80-asra lecserélhet. 60-asra csak akkor, eddig nem. 60-asra csak akkor, hogyha senki más nincs bejelentve arra a lakcímre. Tehát azt nekem kell leigazolni, erre kértem az adatlapot az úrtól, hogy azt legyen szíves kapja meg. Én szeretnék egy megerősítést, vagy egy ellenvetést kapni az ellen, az emlékezetem ellen, hogy ha jól tudom, jól emlékezem el, a régi szerződésbe, tehát a hulladékszállítási szerződésbe az volt, hogy először a kukát ingyen biztosította a közszolgáltató. Én úgy emlékezem rá. És most pedig arról, tehát az úr az azt mondta, hogy mindenkinek meg kell vásárolni, tehát hogy ez jól emlékezem rá, vagy sem valójában, ez lenne az én kérdésem. Az újonnan belépőknek, itt Ildikónak válaszolt az úr. Tehát neked, tehát átvette a közszolgáltató a mostani, ez a közszolgáltató magistrájéktétől. Ezek a kukák természetesen ingyenesen vannak, és nem kell kifizetni a ti birtokotokba. Ha a közszolgáltató hibájából megy tönkre, akkor ingyenesen továbbra is ingyenesen cseréli. Ha most van egy új belépő, tehát van egy ingatlan, ami most épül fel és igényel szeméttároló edényzetet, azt ki kell fizetni már a közszolgáltató. Én ezt értettem, tényleg mondták, de nekem a kérdésem arra járul, hogy a régi rendeletben az úgy volt, hogy én idejöttem lakni, itt építettem lakást, akkor is megkaptam, hogy akkor ez most megváltozott? Ezek szerint akkor ez megváltozott? Hát én nem tudom, elképzelhető, hogy... de. Tudomásom szerint meg kellett venni a kukát annak idején, tehát amikor valaki új belépőként jön. Most sajnos változott, igen, meg kell venni az új belépőnek. Az új belépőnek. De most is van lehetőség a bérletre, tehát nem muszáj megvásárolnia. Tehát akár az újonnan belépő megvásárolhatja, illetve bérelheti. Most az a lehetőség fennáll. Ugyanúgy. Van még valaki, aki? Nincs. Akkor javaslom, hogy szavazzuk, hogy elfogadjuk-e, vagy sem. Tehát a rendelettel vezetett, kérem szépen, akkor most aki egyetért vele, azt szavazzon. Akkor mind a két bizottság. Mehet. Jó. Kérem szépen. Jó, megint egy hangot. A harmadik napi rendi pontunk a vízközmű vagyoni átadása, és akkor ő felkérném szintén polgármester azt mondta, hogy az előterjesztését tegye. Köszönöm szépen, csak úgy, mint a környékbeli településeket, minket is megkeresett a DMR Víz Zrt. A víziközmű, önkormányzati víziközmű vagyon állami tulajdonba adása,
céljából, és a megkeresésük szerint két lehetősége van az önkormányzatnak, vagy átadja állami tulajdonba a vízi közművagyont, vagy pedig saját átadási pontot épít ki, amivel leválasztja az állami tulajdonról a saját vagyonát. A üzemeltető levelét megküldtük, illetve megtettük azt a két javaslatot, mi szerint a testület, a bizottság javaslatára a testület dönthet a további sorsáról. A szakember tájékoztatása szerint ennek a leválasztó átadási pontnak a kiépítése egy 20 000 forint körüli összeget jelent. Én úgy tudom, hogy a környékbeli települések már meglépték ezt, tehát átadták a vízi közművagyont az államnak. Zebegényben még erre nem került sor, azt viszont tapasztaljuk, hogy vannak problémáink bőséggel a vezetékrendszerrel, elég el van öregedve, főleg itt most az Árpád utcában szinte napi rendszerességgel van valahol csőtörésünk, de a település többi részen is nagy gondokat jelent. Döntéskérdése, hogy mit szeretnénk kezdeni ezzel a vagyonnal. Pillanatnyilag csak még a vízi közműről beszélünk, a szennyvízrendszer átadása az még nincsen napirenden, illetve a szennyvízrendszer leválasztása az még nincsen napirenden. Egyébként Olá Tamás önkormányzati kapcsolattartó úr a DMRV részéről rendelkezésünk a telefonon, amennyiben irányába valamilyen kérdés merül föl, én számítok a segítségedre, mint szakértőnek. Ennyit szerettem volna csak elmondani, szerződéstervezetet kiküldtük. Nekem lenne egy kérdésem, elhangzott, hogy ennek a leválasztása mindegy 20 000 forint összegnemtétel történne, csak azt nem tudom, hogy tehát mi történik azok után, tehát hogy megtörtént a leválasztás, akkor ezek után milyen kötelezettség terheli az önkormányzatot, vagy mi változik? Mert azt már tudjuk, hogy mi változik, akkor semmi, hogyha nem választjuk le, illetve ingyen át kell adni a vagyont. De a másik oldalán mi történik, hogyha azt mondjuk a 20 000 forintért leválasztjuk, hogy ebben az esetben mi lép be? Tehát én erről szeretnék. Ebben az esetben az önkormányzatnál marad a vízi közművagyon, és minden üzemet, minden költség. Költség minket fog terhelni, így van. Per pillanat ugye a DMRV-vel való szerződéskötésünk alapján, mint üzemeltető, így van, bérleti díj ellenében felvállalja ezeket a költségeket. Adom a szót akkor, jó? Igen, tehát ők a bérleti díj fejébe felvállalták ennek a rendszernek, a vízhálózatrendszernek a működtetését, karbantartását. Abban az esetben, ha az önkormányzat úgy dönt, hogy magánál tartja, ugye, akkor mindenképpen ezekre a hibákra, ezekre saját költségvetésből kell fordítania, tehát ezeket mind neki kell kigazdálkodni. A bérleti díj tulajdonképpen nem igazán fedezi, én úgy gondolom, ezeket a költségeket. Én úgy gondolom, hogy nagyobb fejlesztéseket lehet megtenni, hanem a mi kezelésünkben van. Én úgy gondolom, hogy nem a mi tulajdonunkban van, mert jelenleg önkormányzati tulajdonban van. Most én mondom, csak a kérdésemnek az egyik felére kaptam választ, mert azt meghallottuk, hogy mi történik akkor, hogyha marad itt, hogy milyen kiadásba keveredünk, de arról nem kaptam semmiféle tájékoztatást, hogy nyilván van ennek egy bevétel oldala, hogy köbméter vízfogyasztás után a lakosság fizet nekünk, vagy valami, mert erről egy kuk sem hangzott el. Tehát ennek a fényében, illetve ennek a hiányában nem tud az emberrel válaszolni, hogy a kérdésem is ez jó dolog, vagy nem jó dolog. Tehát én arra szeretnék választ kapni, hogyha ez le van választva 20 000 forintért, és marad az önkormányzatnak a tulajdonában, hogy ennek milyen anyagi hozadéka van azonnal elfogyasztott vízmennyiség arányában, vagy egyáltalán, tehát hogy milyen hozadéka van, mert erről nincs szó. Nem tudom, hogy értél valaki az én kérdés feltevéseket. A kiadás oldalát azt értem, de nyilvánvalóan, hogyha a vízmű használja ezt a rendszert, akkor ő ezen a rendszeren keresztül valamilyen bevételhez jut. A vízdíjat. Például igen. De
Ez az önkormányzatnak szerintem nincs rá is lehetőség arra, hogy fenntartson egy ilyen hálózatot. Csaba, most nem arra irányít a kérdés, hogy van-e lehetősége, csak összehasonlítani, mint elhangzott, hogy bérleti díj, azt sem tudom, hogy azt a bérleti díjat kifizeti. A vízmű fizetett bérleti díjat az önkormányzatnak, hogy a rendszert használja? Igen. És ennek a fejébe. Na most nyilvánvaló, ezt még mindig nem lehet eldönteni a vitát, mert ő a bérleti díjat azt úgy határozta meg, ahogy akarta, és azt mondja, hogy ez a bérleti díj nem fedezi a költségeket. Na most marha érdekes, hogy ennek ellenére ő átveszi, de ingyen a rendszert. Az üzemeltetője marad a DMRV, tehát, de csak állami tulajdonba kerül, tehát nem a DMRV-jé lesz. Ugye, mert az érdekes ez a kérdés mert ő csak üzemeltetni fogja továbbra. Volt már a települések életében példa arra, hogy a lakosságnak a pénzén, ugyanúgy, mint a vízvezetés csatornázást, kiépítették a gázhálózatot, és amikor az visszakerült állami tulajdonba, vagy különböző cégeknek a tulajdonába, valamilyen formában minden önkormányzat kártalanítva volt. Vagy azért, vagy úgy, hogy ténylegesen pénzt kapott az önkormányzat, vagy valamilyen plusz beruházást elvégeztek, de én erre még nem hallottam példát, hogy nekem oda kell adnom, ami az enyém, és én ezért nem kapok semmit. Nem kell odaadni. Tehát itt az a kérdés, hogy... Igen. Nem kell odaadni, a jelenlegi felállás az, hogy az üzemeltetést felvállalta a DMRV, annak fejében, hogy összedi a vízdíjat. Valószínűleg ráfizetéses neki. Tehát én támogatom azt, hogy tehát nem vállaljuk fel az önkormányzat ezt a nagy feladatot, mert annyira elavult a hálózat, hogy igencsak el lehetne úszni anyagilag. A másik dolog csak kapcsolódik hozzá, hogy van ez a vagyon, amelyben vannak olyan objektumok, amit már nem használ a vízmű. Tátik utcában van egy vízműtelep, Kálvárján van egy vízműtelep, hogy ezt nem tudom, hogy ki lehet valahogy vonni ebből a vagyonból, és megtartani, vagy nem. Tehát a használaton kívüli objektumokat. Mert azért értékes ingatlanok ezek. Hát igen, ez egy jó kérdés feltevés, ez is, hogy ha már... Egyenlevőre már nyilatkozták, hogy az igen, nem tartanak rá igényt. Meg itt a park, a régi vízműtelep, akkor a Tátik utcában van egy igen értékes telek, úgy gondolom. Évek óta nem használják. Tehát lehet, hogy át kéne gondolni, hogy ezeket az ingatlanokat vagy területeket megtartani. Mindenféleképpen. De hát amit Csaba mondta, hát az a család mondta, az már nyilatkozott a víznek, hogy ez nulla forint tétel, hogy az önkormányzat. Ott igen, de a Tátik utcában például nem. Nem. Az öntiás, az rendet van. Most erről egyébként, amit az előbb mondtál, erről a szerződés rendelkezett, hogy a díjak kit illetnek meg, a fenntartási költségek kit illetnek. Ez az élő szerződés. De az értékről nem hallottam egy szót sem, hogy ez mit akar. Ugye? Átfolyhat ezen a rendszeren naponta 1 köbméter is, meg átfolyhat 1000 köbméter is. Hát a jó ég tudja, hogy mennyi. Tehát csak annak a fényében lehet tényleg körüljárt véleményt mondani, ha én tudom, hogy ott mi történik azon a rendszeren. Hiszen egész nap nem meg lehet csinálni bennyitom ki a csapot, nem nyitja ki a lakosság, nem fogy, és egész nap lehet folyatni. Hát ez akkora szórás, hogy ezt így adat nélkül... Köszönöm szépen, akkor ez helytálló, amit mondtunk az előbb. Köszönöm szépen, de el tudnék keresem, jó? Viszont hallásra. Ja, igen, pontosan erről van szó, hogy a szolgáltatási, illetve bérleti díj megállapodása az központilag fog történni, és nem tudjuk, hogy amíg maga a díjemelősebb, hogy ez milyen mértékű lesz. És abban az esetben, hogyha az önkormányzat megtartja ezt a vagyont, akkor az önkormányzatnak a költségvetését terheli majd egy nagyobb beruházás, vagy egy felújítás, vagy egy javítási költség. Amennyiben átadjuk ezt a vagyont, akkor az önkormányzatunk is becsatlakozik az Ipoly menti regionális víz... Micsoda? Tehát ami most is vagyunk, víztársulási körbe, és akkor egységesen ez kezelve ugyanúgy Zebegény, mint a Mázsmotra, Tölgyes és a többiek, és ebben az esetben viszont mindenfajta költség
az államot terhelé, tehát ettől a részétől az önkormányzat mentesül. De maga a leválasztó pontnak a képítése tényleg nem jelent nagy költséget. Egy elég bizonytalan helyzet az, ami várható. Abban kell dönteni, hogy fölvállaljuk ezt a bizonytalan jövőképet, amit nem tudunk igazán még most. Senki sem tud meghatározni. Senki sem tudtuk elugrálni. Biztosan megtalálni. A kockázatot mindenképpen vízhálózatnak az állapota jelenteni. És a lakosság, amennyiben vízhálózat bővítésre kerül sor, ez továbbra is a lakosság költségét mondná maga után? Biztos. Ettől sem mindegy, hogy... Igen, csak a tulajdonos, más adja ki a tulajdonosi nyilatkozatot. Igen. Azt gondolom, hogy erről nincs ilyen, és akkor jól beszél. Na, és mit itt vagyok, akkor kihangosítanám őt a bizottságülésre, ha nem egy kérdés, jó? Köszönöm, a találkozó vagyok kell kihangosítani. Igen? Itt van Tamás? Hall minket? Csinál vele valamit? Nem tudom kihangosítani, próbálj meg. Halló? Igen, ja, most jól köszönjük, csak kicsit megküzdöttünk a kihangosításnak. Nem konkrétan az evegény vízhálózattal kapcsolatban szeretnék kérdezni, inkább azt szeretném megkérdezni, hogy fejlesztésre a regionalitás elve alapján nagyobb lehetősége van a jövőben egy társulási formának, mint ha marad helybe a vagyon az evegénybe. Nem értettem pontosan a kérdést, tehát hogy a regionális rendszerzésre lesz, akkor nagyobb lehetőség lesz. A fejlesztésre. Igen, vagy pályázni fejlesztésekre. Van erre információ? Nem biztos, hogy van ma információja, de gyakorlatilag ezt érzékeljük, hogy a regionális rendszereket inkább támogatja az államköltségvetés, vagy netán EU-s forrás, mint a kisebb egységeket. Hát egyébként ez kétségesen így van, tehát hogy akkor, amikor itt tudom, hogy 8 tisztelepülés vagy 20 is érdekelt egy rendszeren, akkor az esetleg kezdeményezettebb, mint hogyha csak egy önmagában. Igen, erre szerettem volna, ha lehet választ kapni, de megkapjuk a választ, köszönöm. Ez az, az igazság, hogy ez tényleg egy nagyon nehéz döntés a legényben, mert hogyha azzal a vízzel is olyan lesz semmi, akkor tulajdonképpen elműködhet bármeddig, viszont ha lesz vele valami, és be kell alakkozni, akkor meg súlyos pénzbe kerülhet ennek a életet tartása. Tehát ugye, hogyha most nem kerül lehet az első elve a rendszer, az azt jelenti, hogy az evegényi rendszer egy önálló működő rendszer lesz. Most úgy van, hogy a ipolymenti regionálisnak a része, de most a elvárások tulajdonképpen az energetikai hivatal részéről, hogy nem önállóan fogunk önkormányzatokkal szerződni a üzemeltetésre vonatkozóan, hanem minden rendszerre kell egy szerződést megkötnünk, amit minden érintett ellátásért felelős aláír. És ugye az állam azt akarná elérni, hogy tiszteletkezett legyenek, tehát valami vagy állami legyen, vagy önkormányzati, és a vegyes rendszereket mindenképpen meg akarja szüntetni ezzel a törvényel, ami most ugye érintett tavaly, hogy át kell adni azokat a kötműveket, amelyek állandóan csatlakoznak, és nincsenek leváltozási ponttal. Tehát, hogyha ez a folyamat végbe megy, az azt jelenti, hogy tiszta rendszerek alakulnak ki. Tehát az ipolymenti regionális rendszer, ami meg fog maradni, annak nyilvánvalóan csak az állam lesz a tulajdonosa, az ő vele kötött
szerződésünk lesz leérvényes. Ha az ötegény átadja most a vagyonát, akkor elveletlenek fog tartozni, ha nem, akkor fogunk kapni egy új szerződést, ami az ötegényi ivóvízellátó rendszerre fog vonatkozni. Tehát ez kétségtelen benne van, hogy magára maradt tulajdonképpen a települést. Most, hogy ez jó lesz a jövőben, vagy nem lesz jó, ez az, ami tényleg jóslás. Van-e valamilyen határidő ennek az eldöntésére? Igen, ennek július 1-ig meg kell történni ennek a szerződésnek. Tehát azt úgy szól a törvény, hogy ha van átadási pont, akkor nem kell átadni a vagyont, vagy ha nincs átadási pont, akkor meg át kell adni. Tehát most Zebegény abban a helyzetben van, hogy nincs átadási pont, de végig pillanatokat ki lehet építeni, hogy meg lehet valósítani. És hogyha megvalósítjuk az átadási pontot, akkor nem érvényes lehet törvény, ha nem valósítjuk, akkor meg május, július 1-ével szigorúan át kell mennünk a törvény szerint. Tulajdonképpen a bevétel az üzemelő terhelé, vagy üzemelő jogosult a bevételre. Mert most az üzemeltető. És nem mi, mint tulajdonosok. Tehát ez az a kérdés. Azt hangzott el, mondtak a hangosan, mert igen, mondhatom? Igen. Én borzasztóan örülök, hogy végülis az úr megerősített, amit én mondtam, hogy ez nem fekete-fehér, hogy jaj, de jó, hogy átadom. Ő se tudja megmondani, azt mondta, hogy ez jóslás kategória. Tehát én úgy gondolom, hogy legalább arra az oldalról körbe kell járni, hogy valójában ezen a rendszeren, amit leválaszthatunk, milyen értékű víz csordogál el. Azután, tehát akkor közelítek ahhoz a döntéshez, hogy most már valami, hiszen ő maga is beismerte, ez nem fekete-fehér, ez nem, vagy igen, vagy nem. Jó, tehát én azt mondom, annyit megérne, és azért, tehát valójában én szerettem is volna mondani, hogy ez a vagyonnak az átadása egy kicsit késő érkezett ennek a megtárgyalása, hiszen ez biztos, hogy tudtuk több hónappal ezelőtt is, és akkor körbe lehetett volna járni azt, amit most itt feszegettem, hogy legalább nézzük meg, hogy mennyit kap ezért a vízmű a lakosság részéről. Hogy érdemes-e egyáltalán vele foglalkozni, én úgy gondoltam, hogy ennyit megér a kérdés, és az úr, hálás vagyok neki, megerősített ebbe, hogy ez egyáltalán nem egyértelmű, hogy puff, oda kell adni ingyen dalolva, és jaj, de jó, már megszabadultunk egy vonttól. Nem egészen ezt mondtad, ezt mondtad? Mondhatok valamit, halló? Persze, igen. Jó, tehát ahogy az eladás megtörténik, akkor az azt jelenti, hogy az önkormányzat számára egy életre kerül ez a teher, és mindenféleképpen az államnak biztosítania kell a településnek az egészséges ivóvízellátását. Tehát ez kétségtelen, hogy egy óriási teher lehet. Tehát ami itt Zebegény számára a opció, az az, hogyha megtartja saját tulajdonában ezt a rendszert, és nem történik vele semmilyen katasztrofális dolog, amitől borzasztó nagy költségek ellenére vagy keletkezgének, ami az önkormányhoz fogja terhelni, az azt jelenti, hogy akkor esetleg olcsóbb lehet a víz Zebegényben, mint máshol. De ez nem az önkormányzaton múlik a jelenlegi törvényszabályzat szerint, hanem a miniszterem meg a energetikai hivatalon, akik javasoltak, javaslatot tennének a díjat meghatározni. Tehát itt ez az egyetlen egy pozitív dolog van a jelenlegi jogszabályi körülmények között, hogy esetleg olcsóbb lesz Zebegényben a víz, mint Szabad. Tehát hogyha a két rendszer, tehát nem lesz különválasztva a rendszer, azt jelenti, hogy egy díj lesz az egész rejtékonyatú regionális rendszer, és akkor ugyanannyit fog fizetni mindenki. Most annak előállhat az a helyzet, hogyha úgy alakul, hogy Zebegényben olcsóbb lenne egy kicsit a víz, viszont akkor ennek az lesz a következménye, hogy ez a kockázatudatlan mindig az önkormányzatnál. De ha csőtörés van augusztusban, akkor azt az önkormányzatot fogja terhelni a javítása. Nem. De a csőtörés az nem. Tehát az úgy nem. Van, hogy csak a beruházás. Szolgáltatóval megvan kötve az a üzemeltetési szerződés, ami most jelen pillanatban vagyonkezelés egyébként, de az azt jelenti, hogy a hibáknak az elállítása, a javítás, a karbantartás, az a szolgáltatónak a költsége. Az benne van, bele van építve a szolgáltatás díjába. Ami az önkormányzatot terheli, az a felújításnak, illetve a pótlásnak a költsége. Tehát akkor, amikor át kell építeni egy egész utcával a vezetéket, mert annyira elhasználódott vagy, kell venni új szivattyúkat a vízbázison, mert teljesen tökéletes. Tehát amikor egy rekonstrukciós költség merül fel, amit most felújítási és pótlási költségnek hívunk, azokat kell az
felelősséget fizetni, amire fedezetet nyújt. De hogyha fedezetet nyújt, akkor az jó, ha nem nyújt fedezetet, akkor hozzá kell tenni. És ugye még az is fontos momentum, hogy a jelenlegi törvény szerint ezt a használati díjat egy elkülönített számlán kell kezelni, és kizárólag csak vízikötőre lefordítani. Tehát ez azt jelenti, hogy ha nem is kerülne felhasználásra a használati díj az adott évben, az azt jelenti, hogy ötnek esetben a következő évben, meg ugye azt követően, amit elkezdik. Tehát nincsen olyan, hogy esetleg olyan használati díj kerül meghatározásra, amiből maradt a repülőt számára, mert ezt nem tudja semmi másra fordítani. Tehát az ott kell kérni a számlán, és minden évben az energetikai hivatal számára le kell jelenteni, hogy ennyi volt a használati díj, ebből mennyi lett a lefordítás, és mennyi van a számlán. Úgyhogy tehát igazából gazdasági haszna az önkormányzatnak nincsen abból, hogyha megtartja ezt a vízközművet. Tehát mondom, az egyetlen dolog, ami itt szerepel, hogy mivel ott van lebegénben a vízbázis, hogyha annak a működtetési költsége az alacsonyabb rendre jön neki, mint a legjelenső, akkor lehet, hogy valami bekevés alolcsó lenne a vízlebegény. Tehát a mérleg másik sertegeiben pedig ott van az óriási kockázat, amiről beszéltem a témet. Jó, köszönjük szépen. További. Megint érdekes dolgot mondott az úr, ugye, és ami számomra pozitív és örömteli hír, hogy amitől fél az ember, hogy van egy azonnali probléma, amit el kell hárítani, hogy továbbra is ehhez semmi köze nem lenne az önkormányzatnak, a víz minek kellene megcsinálni. Tehát gyakorlatilag nagyon helyesen vázolta, hogy azért nem annyira csacsiság elgondolkodni rajta, amit én mondtam, legalább olyan mértékben, hogy megnézni, hogy egy évben milyen, ezen a rendszeren milyen vízdíjat fizet a lakosság. Mert itt a javítás, ami lenne most van lehetőség, hogy tavaly már kaptunk ilyen gördülő fejlesztési területen, és abban ilyen súlyos 10 millió forintok vannak szivattyúkra minden. Igen. Csabi, azt te tudod legjobban azt, hogy mi van leírva, vagy mennyibe kerül, az egy dolog. Ja. A hónap után össze lehet számolni, hogy mennyibe kerül. Akkor ki kell fizetni, ez is egy dolog szerintem, amikor... Igen. Igen, csak akkor más, amikor már az ember a saját zsebéből fizet, akkor azért már meg is néz, hogy mire kell fizetni, és tényleg mennyibe kerül az a dolog. Tehát ez egy dolog. De itt olyan tételekről beszélgetni, hogy az önkormányzatnak költségvetésének 50% vagy 100%. Bocsánat, Csabi, ki kell javítani, nem figyeltél. A bevételnek semmi köze az önkormányzatnak a költségvetéséhez. Én azért lettem volna arra az adatra kíváncsi, hogy mennyi, hány köbméter szennyvíz, hány köbméter víz foly el. És majd utána lehet megmondani, ennek az önkormányzat költségvetés az égvilágon semmi köze. Ezt nem lehet összekeverni ezt a kettőt. Hogy ne lenne közel? Igen, miért? Hát a másik lehetőség is fennáll. Mi? Tehát te most azt látod magad előtt, hogy esetleg olcsóbb lehet a víz. Igen. De lehet akár drágább is, és zebegény hálózatát ismerve, elavult hálózatát, az önkormányzatnak kéne a fejlesztéseket, a komplet cseréket, beruházásokat ezeket finanszírozni. Egyébként még annyit, hogy ha jól emlékszem, nyári időszakban 4 és 600 köbméter között megy el naponta. Még egyszer, amit mondtál, tökéletesen igazad van, de most is azt mondom, számokkal csak számokat lehet szembeállítani. Tehát amíg nem mondja meg valaki, azt, hogy most én arra emlékezem, hogy hány köbméter, mennyi forintosítva, hát hány forintot fizet. Én csak annyit kérek, hogy mivel valóban nem régiben kaptuk ezt az anyagot, tehát nem ült rajta hónapokat az önkormányzat, másrészt meg, hogy június 30 az egyik határidő, a másik pedig július 1-e. A jövő heti ülésre vissza tudjuk hozni újfent, de nem baj, ha első körbe tárgyalja a bizottság, viszont akkor pontosan kérem meghatározni, hogy mit kértek még, mert ezt nekünk péntekig ki kell dolgozni ahhoz, hogy szerdán beszélni tudjatok róla. Tehát akkor Tibornak megköszönjük a segítséget, és a bizottság most határozza meg azt, hogy miket akar látni a pénteki anyagban. Kérdés, hogy akar-e vagy több most több dönteni? Szerintem, hogy van még kérdés, akkor szerintem most... Én bocsánat, nem Tibor Tamás, ne haragudjon. Nem tudom, miért keresztelem át minden a kérdésre. Van még kérdés? Nincs. Akkor nagyon szépen köszönjük, és akkor jelentkezni fogok, jó? Viszalás! Jó. Na. Valóban a görtülő fejlesztési tervet azt... Tavaly is jóvá kellett hagynunk, tavaly előtt is jóvá kellett hagynunk, abban ilyen 40 milliós tételek vannak. Azt nem véletlenül írták le véleményem szerint, nagyon szívesen, ha ezt szeretné látni képviselő úr,
azt is be tudom másolni, és ki tudjuk küldeni a pénteki anyaggal. Rövid távú, középtávú, hosszú távú tervek benne vannak, ugye a vízi közműre, mint a csatornára is. A kérdés az, amit felé gondolunk, tehát a víz az új tevődik, az, hogy a lakosság fizető vízdíjat, már sok elfogy több méter után, és akkor ez milyen arányban benne a DMRV-hez, illetve mennyi része van az önkormányzatnál? Az önkormányzatnál sem mennyi. Hát az üzemeltetési a nem, akkor miből képződik az alap? Bocsánat, az úr azt mondta, és ha nem mondta volna, akkor is az ember, ha csak megnézett számlát, akkor tudja, egy számla a köbméternek az ára, az több tételből tevődik össze, és abból van egy olyan tétel, amiből fogok javítani. Nem kötik ez az órukra, de van. És ő azt mondta, amennyiben le van választva a rendszer, 20 ezer forinti leválasztják, akkor ők megkapják a bevételből azt a részt, amiért üzemeltetik, ha eltörik a csőtörés, hanem az önkormányzatnak kell menni, ők kiszállnak meg, csak megkapják. És utána marad egy x százalék. Na most én arra az x százalék lennék kíváncsi, mert mondom, így szemben ijeszt, hogy azt meg, hogy 20 millió szívetőleg. Akkor ez a kérdés, szerintem akkor milyen arány osztozik a DNL-re, az önkormányzatnak. És megnyilván. Ez a bérleti díj. Igen. Hát ennyi. Jó, és ezzel a számlán tehát milyen kérdés, milyen mértékben osztozik a DMRV? És az önkormányzat a befolyó vízdíj. Tehát a befolyó bevételek, a vízdíjból befolyó bevételek. És az mennyi volt egy évre vetítve? Jó, mert az, hogy most egy évre vetítve. És ami évre ezt folyamatosítva. Feri, szerintem ez teljesen egyértelmű, hogy a vízdíjból semmi nem osztozik a DMRV. Itt ez a bérleti díj az üzemeltetési szerződés szerint az, ami az önkormányzatnál marad vagy jut. És ez a bérleti díjat ugyanaz. Igen, mint tulajdonosnál. Igen, de más a helyzet lép elő, hogyha úgy dönt az önkormányzat, hogy leválasztja, akkor azt mondta az úr, hogy van valami... Ne, ugyanaz marad. De ugyanaz, mert nem lesz olyan üzemeltető, aki olcsóbban fogja csinálni az önből. Tehát ugyanaz lesz a alapítás, ugyanaz a szerződés, ugyanúgy a DMRV, vagy valaki más azt fogja mondani. Csak annyi, okay, hogy most a fejlesztéseket nektek annyi. Hát a DMRV jelentkezik, hogy kell egy új szerződés, akkor ide fog jönni, és nem az államhoz. Igen, megrendeljük tőle. Tehát maradom most. Azt mondja, hogy abból a fejlesztésből a fölötte levő részt valami ilyesmit is mondott, nem? Ami maradt a... Tehát, hogy... Na most ez azért... Azt ki kell egészíteni. Marika, azért nagyon érdemes ez a kérdés feltétés, mert ma még lesz olyan napirendi pont szándékosan annak, hogy melyik az, amikor pontosan ennek a fonákját erőltetjük, és ugyanez a helyzet, mint most. De nem mondom ki, hogy melyik az a napirendi pont. Szerintem semmit nem erőltetünk. Akkor úgy mondom, hogy nem akarok akkor megbeszélni nekem, semmi más nem volt a kérdésem, én csak azt mondtam, hogy ahhoz, hogy valaki nyugodtan, mert maga az úr sem mondta egyértelműen, vagy legalábbis én azt hallottam, nem tudom, hogy más mit hallott ki, hogy ez nem egyértelmű, hogy jó dolog leválasztani, vagy nem jó, ugye? Én tudom. Nem egyértelmű ez. Tehát ezt nem mondta meg. Na most, ha valami nem egyértelmű, akkor azt hiszem, hogy annyit megér egy döntés, hogy megmondják, hogy ez egy évre vetítve ennyi, és akkor úgy azért hogy nagyjából lehet kalkulálni, hogy érdemes-e vele foglalkozni, vagy sem. De vételünk akkor a bérleti díjból lenne nekünk? Tehát a lakosság fizetni a vízdíjat, bérlemének, ők abból feltartják hálózatot, és bérlik tőlünk a... Bérlik tőlünk a csatorna rendszert. Igen, és én azért kérdeztem a pályázatra, mert nekünk a mi költségvetésünket terhelni minden szivattyú csere, és hogy egy regionális rendszerre tud pályázni, mert ismeri a fejlesztés rövidtávú, középtávú, hosszútávú igényeit, hogy könnyebben tud pályázni, mint mi, egy kis település, aki azt mondja, hogy egy évben lehet, hogy csak egy szivattyú cserénk van. És a költsége nekünk marad. Ő viszont a teljes regionális rendszert látja, és ha pályázati lehetőség nyílik, akkor a teljes regionális rendszerre tud pályázni. Ez érdekelt igazán, hogy nekik van erről információjuk? Szerintem körülbelül most ez van, hogy jobban tud pályázni, most ebbe az irányba mennek a pályázatok, hogy ilyen nagyobb körben. De nekünk a lakosság felé a szolgáltatást is jelenleg kell venni. De ez nem biztos, hogy mindig így lesz. Nem biztos, de régión belül mi külön is pályázhatunk esetleg? Vagy csak nekünk a költségvetésünket terheli, hogyha bármiféle ilyen csere van.
ha... Előre nem pályázhatsz. Persze. Jó, de értelek. Tehát ez a jövőre vonatkozó. Ez a jövőre vonatkozó. Ja. Ő ismeri, érted, a teljes regionális rendszerét, tudja, hogy éves szinten hány átemelőt, mit tudom én, eszközt, igen, statisztikailag tudja, és ha pályázati lehetőség nyílik rá, akkor ő nyilván élni fog ezzel a lehetőséggel. Igen, de ez egy szempontból érdekes, hogy a lakosságot nekünk az a... Azt kell szem előtt tartani, hogy a lakosság a mindenkori szolgáltatást megkapja. Ebben ne legyen akadályoztatás. Igen. Viszont akkor rossz volt a kérdés, amit mondtam Édi, mert akkor nem az a kérdés, hogy milyen arányba osztozunk a bevétel, hanem a bérleti díj nagysága mennyi lenne. Ez a kérdés, vagy ez a válasz a felé kérdésére. Tehát az a kérdés, hogy mennyi pénzt jönne be a bérleti díjból az önkormányzat. Mindegy, hogy milyen címben, még egyszer én azért nem akarom ezt pontosítani, hiszen egy szám az annyi tételből áll össze, hogy aki csinálja, azt se tudja gyakorlatilag, hogy mi van benne, de leegyszerűsítve a dolog, mi marad az önkormányzatnak köbméterenként. Akkor ezt kéne valami megfogalmazni, hogy... Önkormányzatban semmi, nem arra gondolsz, hogy mennyi nyeressége marad a víz? Nem nyeressége, a nyeressége, ez megint más. Minden díj a délmerőjehez megy, és ő bérli tőlünk a hálózatot, és az a kérdés, hogy ez többet számszerűsítne ezt a bérleti díjat. Jó, és már több formában föltettétek ezt a kérdést, de... Még egy kérdés lenne, vagy nem is kérdés, hanem óhaj, hogy megkérdezni, hogy utána nézni. Tehát én továbbra is azt mondom, előbb, amikor a polgármester azt mondja, nem volt itt, én elmondtam, hogy ilyenre még nem fordult elő példa Magyarországon, a közművet adják az államnak, és nem kapnak érte semmit, hiszen a gáznál is kaptak minden valamit. Tehát itt ugye két dolgot kell megnézni, az egyik, hogy mennyibe kerülne a működtetése, van-e rajta haszon, vagy olcsóbban lehetne adni a lakosságnak, a másik pedig, hogy azért nem feltétlen kellene egyből oda bitó alá tenni a fejünket, hogy jó, hát itt van, ingyen vigyék, mert azért a lakosság valamikor az ő pénzé lett kiépítve a rendszer. Tehát én ezt nehezen tudom elképzelni, hogy ezt automatikusan oda kell adni ingyen, hogy hát akkor vigye, mert az államé. Mert ezt még egyszer a gáznál és a többinél is, hogy ez megtörtént, amit most meglépnek, nem az akar, hogy vigyék. Na de hát a lakosság pénzéből épült. Ezt fel a feltétellel veszi át csak az állam. Tehát ez már válasz a kérdésre. Nem biztos. De nem biztos. Mi a javaslat a képviselőnek? Hát az a javaslatom, hogy nem javaslatom, kérdésem. Tehát hogy ezt a kérdést kellene körbejárni, hogy tényleg semmiféle ellenszolgáltatás nem jár azért, hogy a lakosság által épített közművet, hát akkor mondjuk azt, hogy államosítják. Jó, tehát ez a kérdés. Jó, rendben, felértem. Ez egy kérdésem. Az egyik az, hogy hát ez egy borzasztóan lelakott rendszer, ez egy etelenítő csőr rendszer. Ezt valamikor föl kell újítani. Na most, hogyha itt marad az önkormányzatnál, akkor ez milyen végül tudnál. A másik pedig, amit Gábor vetett föl, és azt szerintem azért mégiscsak meg kéne kérdezni, hogy mi lesz abban az ingatlanban, ami már az nem használatos, hogy azt akar az önkormányzat megkapja, mert ugye ebbe a szerződésbe az van, hogy mindent átad az önkormányzat. De hát az ingatlant, vagy pedig csak a csővezetékeket. Arra gondolsz, amit használtam kívüli vízművezetéket beszélünk? Azokat már kivettük a vagyomból annak. Hát mindegyiket. Az első, igen. Mindegy, kettőről tudok a harmadikat. A tárgyat is. De ez pontosan a te javaslatodra került módosításra. Tehát azokat kivettük, azok nem szerepelnek a vagyunkban, azok nem kerülnek átadásra ilyen módon. Tehát az önkormányzati tulajdon. Tehát akkor átadnánk egy lehasznált rendszert, amit úgyis föl kellene újítani. Ezt mindenképpen föl kell újítani, függetlenül attól, hogy nem marad vagy nálad. Ez tényleg ez egy állandó bombakotyagot, hogy mikor megy tönkre, és akkor az helyi pénzbe kéne, vagy hát önkormányzati pénzbe kéne. Jó. Akkor a tárti pöskő van mivel jön? Ezt most nem tudom, a kettőre biztosan emlékszem, lehet, hogy a harmadik is, meg kell nézni, ha nem, akkor a tárti kell pedig tenni. Jó, akkor ezekre a kérdésekre visszatérünk. Jövő. Egy hét múlva pontosan. Akkor egy hét múlva is megoldtam a helyen. Helyben van a vízbázisunk, amit a csatornázatlan területeinknek a sok okos emésztős épületei szennyeznek folyamatosan. Az örök kor.
Hát a mindenkinek az a Duna. Lelkiismeret. Jól értettem akkor most. Tessék? Az a vízbázis, az a Duna? Hát igen. De oda az egész Malomhegy vízbázis védett terület. Az mind oda szivárok be, ahonnan nyerik a vizet. Igen, ezt is említette, hogyha ne adj és ne az elszennyeződik, akkor... Hát, igen. Hát az folyamatosan szennyeződik, mert szippantós autót nem tudom hányat láttál a állatnevű utcákba közlekedni, én még egyet sem. Ez a kérdés. Úgyhogy mi csak a tisztelt tulajdonosok lelkiismeretébe kéne kicsit rendet rakni. Akkor lehet ebből az ügyből az a zárószó, hogy végül is el van napolva, és akkor a következő egy hét múlva ülésen, hát szabad róla a testület, hogy hogyan tovább, miután megkaptok a feltett kérdésekre a válaszokat. Maradhat ez az a moment? Oké, egyetértünk. Igen. Jó.